vákummal fogunk kísérletezni, és megnézzük, hogy mire képes a vákum egy ilyen vízzel töltött kis dugival. Üveghengen alatta van egy vákum szivattyúhoz csatlakozó korong, aminek a közepén van egy lyuk, tehát azon a lyukon keresztül ki lehet szívni a levegőt. Ezt a vízzel teli, vízzel megtöltött dugit rátesszük erre a lyukra, ami a üveghenger tetején van, és elcsavarom ezt a készüléket, ami azt jelenti, hogy elkezdjük kiszívni a levegőt az üveghengerből. Hopp, aki figyelt, az már látta, hogy megindult bele ez a lufi, sőt, bele is cuppan. Megmutatjuk még egyszer. Hogyha ügyesek vagyunk, akkor egy kicsit lehet is vele játszani, hogy beengedjük, megállítjuk, beengedjük, megállítjuk. Aztán most már nem akarjuk megállítani, akkor ugye szépen bele cuppan, de ezt meg lehet csinálni úgy is, hogy hát nem akarjuk, hogy megálljon, ráhúzzuk egyből a vákumot. Hát itt ugye ebben a kísérletben az történik, hogy ha kiszívjuk ebből az üveghengerből a levegőt, akkor a külső légnyomás ugye jóval nagyobb lesz, és ezt a lufit szépen beletréseljük. Ezt a kísérletet otthon tojással is el lehet végezni. A fő tojás is képlékeny, olyasmi, mint ez a lufi, meg kell pucolni természetesen, és akkor, hogyha megfelelő módon ki tudtok szívni levegőt egy ilyen edényből, akkor akár a tojás is bele tud menni az üvegbe. A következő kísérletben azt nézzük meg, hogy ha már eleve bent van a lufi, és akkor szívom ki belőle a levegőt, akkor pillanatig. Belehelyezünk egy felfeszült lufit, lezárjuk most a tetejét egy ilyen kis szeleppel, amit majd ha akarunk ki is lehet nyitni, és akkor kiszívjuk a levegőt. Aztán majd meglátjuk, hogy történik-e valami. Hát most egyelőre az történik, hogy mit csinál ez a lufi, pedig nem fújjuk, hanem éppen, hogy a levegőt kiszívjuk. És akkor mitől nő a lufi közben? És megtörténik a csoda. Mitől nőtt a lufi? Hogyha az csökken, akkor ő tud nőni. Hát most ez addig nőtt, amíg ki nem durrant. Hallottuk, milyen hangos volt? Hangos volt? Nem. Hallgassuk meg, milyen mikor. Nem a vákumban van a lufi. Egy picit hangosabb volt. Ugye ennek nagyon egyszerű a magyarázata. Ahhoz, hogy a hang terjedjen, kell egy közeg, ami a hangot a fülünkhöz közvetíti. Ugye, ha kiszívjuk a levegőt, akkor nincs ilyen közeg. Igaz, hogy a harmadik, ez az üveg is szigetel egy kicsit, de az, hogy nincs levegő benne, vagy nagyon kevés van, ettől nehezen terjed a hang. Itt a teremben viszont elég jól ezt tudtuk, ugye hallottuk az előtt. Köszönöm szépen! Fizikai